Bár az égiek nem kedveztek maradéktalanul a lovas találkozó résztvevőinek, kellemesen, hűvös időben sikerült megtartani a rendezvényt, amelyre szép számban összejöttek a lovasok. A lovaknak már nincs gazdasági szerepük, viszont hobbi állatként ma is még elég sokan tartják őket. Az állat szeretetek közösségi kovácsolta a lótartókat és a lovasokat, akik már 11. alkalommal szerveztek találkozót. Egy lótartás a reggeli esteli etetésből, mozgatásból, szeretetből az a lényege, hogy az ember szeresse a lovat, mert ha nem szereti, akkor tártalan az egész, nem érdemes tartani. Zentán ma 60-70 állatot tartanak számon. Kevesen ugyan, de mindmáig vannak, akik lótartásból élnek. Én hajtom őket, fuvarozok velük, én ebből élek. Oda juttunk, munkahely megszakadt, és mi ebben dolgozunk. A lovasportokat kedvelők mellett a gasztronómia szerelmesei is összejöttek egy pörköltfőző versenyre. Mint mondják, a jó pörkölthöz nem kell titkos recept, csak hosszú évek tapasztalata. Ez hagyományos házi recept alapján készül, amit mi az évek folyamán tapasztaltunk, hogy nekünk tetszik, és gondoljuk, hogy a többieknek is fog. A főzők közül végül a gyermekbarátok csapata, valamint Bogdán Zsófia és Brenkovics Dániel aranyérmet, Pósa Andrea, Bogdán Stepán és Sóti Verona ezüstöt, Pósa Gizella és Kis Sóti Sára pedig bronzérmet kapott.